Nagyon szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök VN vagy Viva Natura televíziót néznek, ezen belül is más hang szeretettársragást. Kovács Éva kedves vendégem, üdvözlöm. Kineziológus oktató szerepében, de sokkal szélesebb körű ismeretek fogunk átadni ma, mint kineziológia. Ugyanis párkapcsolatról, párkapcsolati játszmákról fogunk beszélni. Adásunk azon a címe, hogy de hiszen azt mondja, hogy szeret. És már is az életnek egyik olyan fő medrébe érkeztünk el, ami szinte mindnyájunkat az életünknek bizonyos időszakában érint, gyerekkorban is, de felnőtt korban is, az idős korban meg arra gondolunk, hogy mi volt akkor, amikor gyerekek vagy felnőttek voltunk, vagy illetve fiatalok voltunk. Miért ennyire fontos ez a téma az ember életében, a társ és párkapcsolat? Én is azt gondolom, hogy a legfontosabb területe az életünknek, az egyik legfontosabb területe a párkapcsolat. Mindenki szeretne valakihez tartozni, szeretnénk az életünket, a szeretetünket megosztani valakivel, és azt gondolom, hogy ez egy olyan ősi, ösztönös motiváció, ami az életet tartja fent tulajdonképpen, hiszen egy szeretetből, szerelemből születnek az utódok, és így marad fenn akár az emberiség is. Olyan érdekes, hogy ugye mindjárt az állatgyökerekre gondolunk, nagyon sok párhuzamot lehet vonni, ahol ott lehet látni, hogy például az üzekedés időszak után a hím elhagyja a nőstényt, és a nőstény egyedül neveli a gyermekét. Vannak remetekanok bizonyos például vaddisznóknál, tehát ahol kimondottan külön szeretnek élni az emberek. Ugye megfigyeltük a sok remetét az emberek között, is elvonulnak, és nem igazán szeretnek párkapcsolatban élni. Ez mind valaminek a következménye, de az ős forrásunk az, hogy szeretetben és párkapcsolatban szeretünk élni. Ez az alapvető létformája az embernek. Igen. Mik azok a sérülések, amelyet egy ilyen párkapcsolat során, nem is jó szó ez a sérülések, mik azok az alapmotivációk, ami alapján kialakulnak a párkapcsolati sémák, erőviszonyok egy kapcsolatban? Szeretnék így rátérni a társfüggő háromszögre, amit már az előző felvétel során is említettünk, és még azt megelőzően dr. David Hawkins munkásságára. David Hawkins azzal töltötte életének 25 évét, hogy igyekezett az emberi elmét feltérképezni, és ezt meg is tette, és arra jött rá, hogy minden ember gondolkodásának a fókuszában van egy központi érzelem. Általában ez nem tudatos érzelem, hanem a tudatnak mélyebb tartalmaiban tárolódik. És ezeket az érzelmeket energiatartalmuk alapján sorba állította, és létrehozott így egy térképet, ami ilyen létraszerűen épül fel. A legalsó szint, ami legkevesebb energiát tartalmaz, a szégyen tudat szintje. Fölötte van a bűntudat, apátia, bánat, félelem, harag, gőg, kevésség, és ez egy ilyen határvonalnak tekinthető. Fölötte pedig a pozitív, építő szintek találhatók, a bátorság szintje, az elfogadás, a bölcsesség, a szeretet, a krisztusi megvilágosodás és a többi. Tehát a felső szintek életet támogatóak, az alsó szintek pedig rombolóak. És a hétköznapi életünkben a konfliktusok során valamelyik negatív, romboló tartalmú érzelem van a háttérben. De még egy nagyon érdekes dolgot el szeretnék mondani, amit ő megállapított, hogy de minden embernek van egy meghatározott tudatszintje, amelyen az életének a nagy részét éli. Különböző életterületeken különböző tudatszintek dominálhatnak, de van egy állandó. És egy nagyon-nagyon érdekes, és ugye az önök tévéjében nagyon nagy hangsúlyt kap a tudati és spirituális fejlődés, tehát nagyon érdekes az a megfigyelése Hawkinsnak, hogy ha valaki elér egy magasabb tudatszintet, az nem egy alacsonyabb tudatszintű embernek a rezgéseit kompenzálja, hanem tízezrekét, százezrekét, akár milliókét is. Lásd Krisztus. Ez egy fontos, hogyha 100 000 emberből van egy tudatos, akkor az már képes az egész 100 000 embernek a tudatszintjét emelni, illetve azt szeretném megkérdezni, amikor a negatív aspektusokat mondta, a gőg, harag, félelem, szégyen, akkor ezek energiaszinten, ezek energia elvonó rendszerek, tehát ezek milyen energiát képviselnek? Igen, igen, abszolút. Tehát hogy ezek az életenergiát szívják el, igaz? Tehát nem adnak, hanem vesznek el, és akik ilyen szinten állnak, azok folyamatosan, mivel nem tudnak energiát kapni pozitívat, ezért ők rabolni kell, hogy rabolják az energiát a környezetükből. Igaz? Igen, gyűlölet, félelem, harag, gőg, ezek általában. És
ennek kapcsán át fogok térni mindjárt a társadalmi háromszög ügyére, csak még azt a nagyon érdekes dolgot is szeretném elmondani, hogy Hawkins ezeket így szépen sorba rakta, de mindegyik tudatszintet még felosztott a négy másik szegmensre, és megfigyelte, hogy az emberek milyennek látják a világot, a tekintélyeket, milyennek látják magát az életet, hogyan viselkednek általában. Például egy szégyen tudatszintű ember kirekesztetnek érzi magát. Bárhova megy, bármit csinál, és ez tudatalatti érzelem ösztönösen ez kapcsol be. Az ilyen ember mondjuk úgy érzi a világról, hogy őt lenézik. Tehát, hogy azért nagyon hasznosnak találom ezt az egész munkát, Hawkins munkáját az én munkámban, mert bizonyos szavakból, tehát ahogy beszél a személy, akivel konzultálok, nagyon jól le lehet szűrni, hogy éppen milyen tudatszint, milyen energia működik. Tehát ha azt mondja, hogy hát a főnököm engem lenéz, akkor nagy eséllyel ez a szégyen tudatszint beszél belőle. Csak egy ilyen szégyen tudatszintű hazamegy a családjába, és otthon ő a kis király, mert a külvilágban nincsen elismerése, ezért a családon belül próbálja meg ezt valami módon kompenzálni. Igen. Vagy a külvilágban olyan módon, hogy vesz egy ekkora nagy autót, bocsánat a nagy autósoktól, mert nyilván van olyan is, aki, tehát azért, mert azt szereti, azért van neki autója, de valamilyen módon kell, hogy kompenzáljon. És most érek rá a társfüggő háromszögre, ami Kortmann doktor nevéhez fűződik az elnevezés, rajzolt egy háromszöget, és ebbe kapcsolati mintákat ír le. Az a társfüggő háromszög, tehát ezek az elnevezéséből is kiderül, hogy ezek nem egészséges szerepek, hanem sérült szerepek. És a három szerep az áldozat, az agresszor és a megmentő. Ez úgy alakul ki legtöbbször, hogy a gyerek beleszület valamilyen családba, ahol már vannak szerepek. Tehát, hogyha van egy áldozat és egy agresszor, akkor a gyerek beleszületik közéjük, akkor van... Ez a megmentő, igaz? De az lehet, hogy megmentő, de három lehetősége van. Uh-huh. Vagy az, hogy odáll az áldozat mellé, és akkor együtt sírunk. Mondjuk ez úgy képzeljük el, hogy van a anyu veri aput, vagy apu veri anyut, és alkoholistát, vagy gyenge, és akkor azt mondja a gyerek, nyilván nem mond semmit, hanem érzéseiben, energetikailag, vagy az áldozat mellé áll, és akkor hát szegény anyukám, akkor én is sírok vele együtt. Vagy ha azt véli biztonságosabbnak, hogy apu mellé áll, vagy az agresszor mellé áll, hogy akkor engem nem bántanak, az a biztonságosabb, vagy pedig valamilyen együttérzésből, vagy egy ki tudja, minek folytán, ő lesz a megmentő, mind a kettő mellé odaáll. Bocsánat, és a nő, aki az áldozat szerepében van, aki önként vállalta be az áldozat szerepét, lehet, hogy amikor megszabadul ettől az agresszor férfitől, a gyerekből csinálja meg a saját kis agresszorját, mert neki folyamatosan az áldozat szerepére van szüksége. Nagyon érdekes, tehát mondom, ezek a szerepek, szerepminták, és olyan, mint egy ilyen zubbony, hogy ránk van rakva. Tehát aki valamiért az áldozat szerepben van leragadva, minden nagyon sok helyzetben megtalálja a módját annak, hogy az áldozatot élje, akár a gyerekével kapcsolatban. Ismerek ilyet, az hogy... Az áldozatok, akik folyamatosan generálják az ellenfélbe a bűntudatot, mert az áldozatnak a legfontosabb generációja, hogy te csúnya vagy ezért-azért, és akkor bűntudatot képezek a másikban. Tehát, hogy ezek a szerepek nem fixek, hanem csúszkálhatnak egymásba. Mm. Mert az áldozat, amikor már nagyon sok mindent benyelt és kínlódott, szenvedett, megalázva érezte magát, egyszer csak az asztalra csap. És biztos minden néző hallott már ilyen történetet, hogy azért szólta le a férjét, feleségét, mert rossz helyre rakta a fogkrémes tubust. Mm. Tehát nyilván nem azért, hanem már annyi minden halmozódott, hogy ez az áldozat, ez a minőség átcsap az ellenkező minőségbe, mert ugye azért a természetben minden egyensúlyra törekszik. Mm. Ugyanígy a megmentő is. Ha sokat akarunk megmenteni, és ez meg itt nem hagyja magát már, hogy megmentsem, akár párkapcsolatban, akkor meg jól, nem tudom, behúzok neki egyet, vagy valami rosszat teszek. Vagy teszem azt, megcsalom bosszúból. Tehát érti, tehát mindenféle dinamikák működnek, és ezek a szerepek nem állandóak, hanem csúszkálnak egymásban, és az is megfigyelhető, hogy bizonyos életterületeken másokat játszunk. Lehet, hogy megmentő vagyok, és remek terapeuta, orvos, tanár, nővérke vagyok, de mint a munkámban, magánéletemben pedig áldozat. Lehet, hogy áldozat vagyok, lehet, hogy agresszor vagyok, lehet, hogy nem tudom mit, most nem akarok ilyen, nagyon nehéz ilyen példákat mondani, bármilyen, de hogy agresszív vagyok a gyerekemben, vagy katonás, inkább így mondom, hogy katonás vagyok nagyon otthon,
és a munkahelyemen pedig én vagyok a segítő, felverem a párnáját a betegnek akár a kórházban, vagy fordítva. Tehát mindenféle minőségeket megélhetünk. Most, azt mondjuk, hogy ezeket a mintákat hozhatjuk a saját gyerekkorunkból. Igen. A saját gyerekkorunkba a saját szüleink hozzák a saját gyerekkorunkból. Ez igen. Az epigenetikai dolog. És hozhatjuk előző életekből is. Igen. Azt valamilyen módon ki tudják ugyanúgy bogozni az ilyen vizsgálatok kapcsán, hogy ez most itt keletkezett, vagy hozott? Igen. Hát az előbbi felvételnél beszéltünk arról, kineziológiai izomteszteléssel szerezzük be a szükséges információkat. És van, amikor ezek az információk arra utalnak, hogy a probléma gyökere egy előző életes negatív érzelmi blokk, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy abból tudjuk legjobban megérteni, hogy most milyen dinamikák zajlanak, hogyha rátekintést nyerünk arra a régi életes képre. Nagyon érdekes. És egy másik gondolatsor szerint pedig, amilyen energiát hozunk régi életből, vagy bárhonnan, az a jelen életünkben is megjelenik így vagy úgy. Most mondok egy példát erre, tehát, hogy tételezzük fel, hogy szégyen energiát hoztam régi életből, mert ott megszégyenítettek bármiért, akkor mivel, hogy ezt az energiát, viselkedés mintát behozom ebbe az életbe, és létezik ez a morfogenetikus mező, ugye a mindent magába foglaló formaképző mező, és kialakít egy olyan formát, amikor mondjuk az óvodába megszégyenülök. Tehát, hogy akár csak az óvodáig megyünk vissza a konzultáció során az izomteszttel, vagy lehet, hogy vissza kell menni a régi életbe, de rátalálunk erre az érzelemre, ami gyökere a jelen problémáimnak. És hogyha rendszerben szemléljük magunkat, meg az életünket, ebben a rendszerben most maradjunk a szégyen energiánál, ott van a szégyen energia. És azt onnan el kell távolítani, vagy semlegesíteni kell, hogy a pozitív energiák a lelkünkből elő tudjanak jönni. És az már csak részletkérdés, hogy ezt most az óvodáskori megszégyenülésem kapcsán veszem elő, vagy oldom fel, vagy pedig régi életes. Tehát azt szeretném mondani, hogy mindaddig oda fognak vinni ahhoz a megszégyenülési problémához, életeken át, vagy egy életen belül is, amíg én ezt valamilyen módon más választ nem adok rá, mint amit egyébként szoktam adni, mert akkor van az oldása meg a dolognak, amikor rájövök, hogy ez a megszégyenülés önmagában, ez mit jelent a számomra, és akkor tudom elengedni. Így tehát van. Mindig a tudatosodás, a tudatos felismerés az, ami oda vezet el, hogy meg tudjak attól a problémától válni, és akkor vannak az ösztönlények, akik életükön át kísérik a dolgaikat, és párkapcsolatban is hol szenvednek, hol ők az agresszorok. Azt mondta, hogy van egy ilyen hármas szerep, ugye van az agresszor, az áldozat és a megmentő. Igen. Egy ideális párkapcsolatban mi ez a két szerep? Vagy van-e két szerep, vagy csak egy szerep van? Másképpen mondjuk. Na. Tehát, hogy kialakulnak a szerepek, ezek sérült szerepek, és ahogy mondta, a tudatunk, vagy a lelkünk, ki hogy szereti nevezni, újra és újra és újra és újra ugyanaz hasonló helyzetekbe kerül, hasonló fájdalmakat élünk meg, mert a belső, nagyobb énünk azt akarja, hogy gyógyíts már meg végre, meddig bír, tehát egyszer már csak elegünk lesz annyira, hogy azt mondjuk, hogy na elég, és akkor teszek magam miért valamit másképpen. És ezeket a szerepeket meggyógyítva, mindegyiknek van, ugye az előbb beszéltünk erről, hogy minden érmének két oldala van, ezeknek a negatív arhetípusoknak van egy pozitív megfelelője. Tehát az áldozatból lesz a szerető én, aki képes szeretetet adni és elfogadni egyensúlyban. Az agresszorból lesz az úgynevezett békés harcos arhetípusa, aki megy az útján, teszi a dolgát, nem hagyja, hogy mások eltérítsék, és ő sem térít el másokat, nem erőszakoskodik másokkal. A megmentőből pedig lesz a bölcs, ugye, mint a királyi udvarokban is volt a bölcs tudós, az pedig távolságtartással szemléli az eseményeket, egy tanú, és nagy bölcsességgel rendelkezik, és ha kér segítséget, akkor segít. Ez a megvilágosodott, igaz? Ugye? Igen, tehát, hogy mindegyik szerepnek van egy pozitív pólusa, és hogyha én az akármelyik szerepemből meg tudom valósítani azt, hogy a pozitív aspektust működtessem minél nagyobb részében az életemnek, annál kiegyensúlyozottabbak a kapcsolatok. Ez félelmetes, amit mond. Egy olyan kép jut eszembe, amikor egy leopárd megöl egy majmot, de a majomnak a hónalat ott van a kis kölyke, ugye ő egy gyilkos agresszor, de amikor meglátja az elesettséget, és a gyerek elindítja benne az anyát és a megmentőt, abban a pillanatban kiesik abból, hogy éhes, és a majmot már nem is törődik, hanem ennek a gyereknek a védelmére átáll abba a szituációban. Hányszor van az, hogy nagyon csúnya, agresszív ember, oda sem merek menni hozzá, de amikor mégis merek tőle kérni valamit, ő abban a pillanatban a szerepet tud váltani, és ő megfejlődi az életébe az, hogy akkor most ebből az agresszorból a segítő lesz. Igen. Tehát nekünk még ez a dolgunk, hogy az agresszort segítsük, segítővé válni. Párkapcsolatokon belül
ugye a leosztások kialakulnak már az eljegyzés pillanatában, vagy a megismerkedés pillanatában. Az egyik ugye folyamatosan az öncikkéből fog idézni, kényezteti a nőt, letolja a pincért, hogyha annak a nőnek nem megfelelően szervírozott, stb. Tehát, hogy a nőt egy olyan szerepbe teszi, ahol ő az elkényeztetett, tehát én vagyok a megmentő, viszont cserébe a nőt elzárja hermetikusan a környezetétől, és én leszek a legfontosabb az ő számára, már nem a külvilág, és egy ilyen belső kalickába beteszi a nőt, és minden lépését kontrollálja ellenőrizni. Ő kicsoda? Ez egy manipulációs technika, igen. Az agresszor. Az agresszió, ez nagyon jó, hogy így felvetette, tehát az agresszió nem csak abban nyilvánul meg, hogy egyik veri a másikat, hanem ez a szofisztikáltabb módja, ez a manipuláció. Tehát úgy az uralmam alá hajtani, hogy észre se vegye, sőt azt gondolja, hogy ő erre vágyik, és neki ez a jó. Elhiszem, hogy társaságban nem érdekelnek az ő barátai, csak érezze, hogy csak az a fontos, igen. Ami hozzám kötődik, és nagyon érdekes mondom, hogy úgy vezeti le ezt a cikket, hogy a férfinek ezzel az a célja, hogy szexuálisan még odaadóbb partnert keressen. Igen. És ez ennyire freudi ez a dolognak az ős motivációja, vagy hogy készülten? Hát azt is lehet mondani, ez a cikk egy remek könyv alapján született, Diana Millman-nek. De hisz azt mondja, hogy Szeret című könyve alapján. Lehet ezt még kapni egyébként? Lehet, alapul igen. Minden nőnek is férfi. Nagyon érdekes. Ahogy mondta, ez is benne van, esetleg ez a freudi megközelítés, de én inkább azt a részét látnám, hogy ez az uralmam aláhajtás, ez a testi kontaktuson keresztül fejeződik be. Tehát ott van az, hogy így lefixáltuk és kész. Tehát van egy ilyen passzus, hogy kattan a bilincs, tehát akkor ott van. Ugyanakkor én szabad vagyok, tehát én elkoborhatok, mint kóborhím, de otthon biztonságban ott van, mert olyan kötelékeket tettem, hogy én abban rendben vagyok, mert megint a bűntudat, ha én elkövetek valamit, akkor ő ne tehesse meg, tehát és ezért fixálom a szituációkat például. Hát, ahogy mondtam, ez sokkal bonyolultabb, igen. Sérült szerepek. Tehát aki az agresszort játsza, akár a nyílt agressziót, akár a burkolt agressziót, nyilván ott van mögötte, hogy engem nem szeret senki, tehát nem kaphatom meg azt, amit akarok, hogy így el kell vennem. Nyilván, hogyha ez a szerep meggyógyul, tudom, hogy én értékes erő ember vagyok, sőt, ha csak annyit tudok, hogy a természet az egyensúlyra törekszik, és úgyis azt az embert vonzom magamhoz, aki nekem a legjobb, tehát akkor nincs ilyen technika, nincs ilyen működési mód. Még azt nagyon szeretném elmondani, hogy ez a könyv arra a konklúzióra jut, hogy ha ilyen kapcsolatban találja magát valaki, akkor onnan nyomban meneküljön el, mert nincs megoldás. Ezzel én nem értek egyet a végkövetkeztetéssel tulajdonképpen. Mert azt gondolom, hogy van. És azt gondolom, hogyha saját magunkban ezeket a sérüléseket kisimítjuk, meggyógyítjuk. Mert ugye fel lehet tenni azt a kérdést, hogy az illető nő miért találja magát ilyen szerepbe? Hogy került oda? Miért nem veszi észre? Nyilván, mert van egy ilyen áldozati önképe, értéktelenség, tehetetlenség, egyedül nem tudom, és a több kell mellém egy erős valaki, aki majd megvéd, mert egyedül nem tudom magamat. Tehát ez egy egyensúlyi kapcsolat. Nem azt mondom, hogy jó, nem azt mondom, hogy példaértékű, de egyensúlyban van, mert áldozat nincs agresszor nélkül, és fordítva. Tehát ez nem lehet. Nem lehet a kettőt. Tehát nyilván két agresszor nem találkozik össze, vagy nem működik úgy. Értem. Két kérdés, de egy kérdés igaziból. Mennyire van esélye olyan két embernek, hogy normális párkapcsolatban élnek, akik rendezett, egy ilyen egyensúlyi kapcsolatból lévő házasságokból jönnek, és ők úgy kerülnek párkapcsolatban, ez az egyik kérdés résznek. A másik az, hogy mennyi esélye van azoknak a felnőtteknek, akik gyerekkorukban viszont egyedülálló szülők, vagy a szülők hedonisták voltak, és mindenféle dolgokat át kellett élni a gyereknek, és ő így kerül egy kapcsolatba. Mind a kettő valamilyen módon azért egy konfliktus helyzetben növekedett föl, eleve ez a háromszög, amiről beszéltünk, az ott van a hátán, valamelyik szerepbe belekerült. Milyen esélyük van nekik, hogy ők hosszú távon normális párkapcsolatba élhetnek? Tehát, hogy jól értem, az első kérdés arra vonatkozott, hogy két felnőtt ember egy házassággal a háta mögött tud-e újra? Nem, hanem idézőjelben rendezett körülmények között, tehát igen, úgy nőtt föl, igen. Hogy anya, apa, tehát igen. Nem látott otthon a gyilkosságokat, de ugyanúgy hamu alatt ott is lehettek ezek a agresszor, igen. Áldozat című dolog, csak a gyerek az mindig a szépet és a jót látta. Igen. És a másik az, amikor egyértelműen ki volt téve a csizma az asztalra, és egyértelműen nem a rendezett körülmények között jöttek a kapcsolatban résztvevők. Ezt már beszéltük az előbb, hogy mindenkinek van egy érzelmi rendszere, ahogy mondtam, a pókhálózatot, vagy most más hasonlatot is mondhatnék, és
az különböző eseményekből, különböző információkból áll össze. A másik kedvenc hasonlatom a tanítványaimnak, elképzelhetjük úgy magunkat, mint egy káposztát, személyiségünket, tudatunkat, és a legfelső réteget látjuk most. De hogyha ezt levesszük, akár a sérüléseket, akkor látjuk, hogy alatta még mi van. És az ember, aki úgymond épp családból, tehát anyu-apu ott volt, még fel nem nőtt, onnan jött, lehet, hogy a generációs vonalán sokkal súlyosabb terheket hordoz, mint az, akinek apukája, anyukája meghalt, hát az nagyon, nagyon súlyos teher nyilván, de hogy mik elváltak, vagy nem, vagy kiabáltak többször. Tehát ezt nem választanám külön, mert nem csak ezen múlhat. Azt gondolom, hogy mindannyian hordozunk annyi minden információt, tényleg ez elképesztően sok dolgot magunkban, a tudatunkban, akár sejtmemóriánkban, ami ha rejtve van, akkor, és nem okoz bajt, akkor nincs semmi baj, de hogyha rejtve van, és vannak ott problémák, akkor nagyon sok mindenre kihathat a jelen életünkben. Mondok példát, tehát, hogy volt egy tanítványom, és abortusza volt, mert egy olyan kapcsolatban jött volna baba, hogy. És kiderült egy konzultáció során, hogy az anyukájának is volt, és ő erről nem tudott, csak pár éve tudta meg, miután az édesanyja már nem élt. És akkor van egy ilyen törvény ennek a rendszernek, a családi mezőnek, hogy mindenkinek joga van a mező oda tartozni a családba. Tehát, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy elmismásolunk valakit, aki majdnem megszületett. Vagy több esetben volt ilyen már, hogy meghalt egy kisgyerek, és akkora nagy fájdalmat jelentett a családnak, a szülőknek, nagyszülőknek, hogy a fájdalom miatt, a szeretetből induló fájdalom miatt nem beszélnek róla, és a következő gyerek megkapja mondjuk az ő nevét. Ez a családi rendszer szerint olyan, mintha őt meg nem születetté tettük volna, érti? Tehát, hogy kitagadott, tehát ilyet nem lehet. És hogyha azt mondom, nagyon-nagyon apróságokról beszélek, amire az ember nem is gondolna, hogy ilyesmi okozhat párkapcsolati problémát. Például egy nagyszülő nevét odaadom a gyereknek, aki már nem él, az ugyanezt a terhet fogja hordozni? Hogyha... Nem. Hogyha tehát mindig normális körülmények között... Igen, mindig a motiváció a lényeg. Tudja, mi jött ebből le nekem? Az, hogy igazából bármilyen helyre jövünk, mindenhonnan hozunk valamit, mert hogy azért jöttünk a Földre, hogy valamilyen dolgokat megoldjunk. Igen. Tehát igen. A látszólagos nagyon jó kapcsolatok. Én olvastam egy statisztikát, hogy a legtöbb determinált, pszichológiai determinált gyerek, az az értelmiség és látszólag kívülről nagyon rendezett családmintákból kerülnek ki. És vajon miért? Tehát ott a jóval többet gondolkodó embereknél miért van sokkal több konfliktus helyzet, akár egy párkapcsolatban is, vagy egy ilyen gyerek által továbbvitt problémákban, akik a diliházba kerülnek? És akkor általában a Földön dolgozó egyszerű ember, aki le tudja vezetni az energiáit, és energiákról beszéltünk a fizikai munkában, a mindennapi feladatok megélésében, annak nincsenek ilyen intellektuál problémái. És ugye ez a másik nagy kérdés, hogy akkor mi a jófajta életforma, mi a jófajta családkép? Hát az, hogy ez miért van így, arra én nem tudok válaszolni, de hogy kezdtük de a hogy beszélgetést, az nagyon érdekes egyébként, döbbenetes. Ugye kezdtük a beszélgetést, hogy a párkapcsolatokban és a kapcsolatainkban a szeretet az a legfontosabb, és leginkább arra vágyunk, hogy szerethessünk, és szeretetet el tudjunk magunkban is, magunkat is fogadni másoktól, és az megfigyelhető az, hogyha van valamilyen érzelmi sérülés, tehát úgy érzem, hogy nem szeretnek. Nagyon sokszor akkor elkezdünk gondolkozni, tehát igazából ezt a fájdalmat, az érzelmi fájdalmat a mentális szintre szublimáljuk. És ahogy meséltem, az előbb a társfüggő háromszögbe beleszülető gyereket lehet, hogy nagyon okos lesz, mert hogy annyira úgy érzi, hogy nem talál biztonságot, és akkor valamilyen módon azt érzékeli, nyilván nem tudatos szinten, tehát félre ne értes, ne essék, nem tudatos szintekről beszélek én most, hanem akkor egy nagyon erős kontroll iránti igény alakul ki, és a viselkedés mintája az lesz, hogy mindenre oda kell figyelnie, ezt pedig úgy tudja megtenni, hogyha nagyon okos. Egy érdekes példát, ami úgy szintén nagyon sok forrásból fakad, hogy ma általában nagyon ritka a jó párkapcsolat, éppen ezért a nők viszont anyai szerepet bevállalják, tehát bevállalják az áldozatot szerepét egy agresszorral, csak azért, hogy magot kapjanak, rengeteg példát tudok, elhozza a gyerekét, a gyerek már nem is ismeri az apját, mert valamilyen módon az eliminálva van, és gyakorlatilag egy férfi kép nélkül nő föl az a gyerek, ugyanakkor a nő, meg ugye a férfiakat már nem annyira szereti, mert az agresszorra, hogy nincsenek jó emlékei, de folyamatosan kapaszkodik a gyerekbe, és benne éli meg tulajdonképpen
az egész életét, de ugyanakkor a nőnek föl kell venni mind a két arcát, mert ő egyszer női arcba, és egyszer férfi arcba is a korlátozóként, és szerepet kell vállalnia. Na, az ilyen házasságból kikerül, vagy bocsánat, az ilyen neveltetésből kikerül gyerekek között van a legtöbb homoszexuális gyerek, mert ugye identitási probléma az erős anyakép miatt inkább egy férfit választ, mint egy nőt, aki olyan erős, mint az anya. Hogy jelentkeznek ezek a problémák? Hogy a homoszexualitás, ugye? Általában ez az egész dolog, amikor szinglik vállalnak be gyereket, és ők nevelik föl, és utána ezek a gyerekek kikerülnek a társadalomba, amikor nincs is igazából férfi képük, mert a nagypapa az csak papa, igen, nincsen férfi kép, ami néha egy taskóval, vagy az oroszlán lesöpri a kis kölykön, amiket meg kéne tapasztalnia, de az anya ilyen szituációban nem engedi be a gyereket, mert ő a teljes védelmében van, de a női arccal nem tud neki férfi arcot oda tenni. Igen, igen. Hát szerencsés esetben ezek a gyerekek, pláne fiúk, találnak egy külső apát. Lehet, hogy lesz egy, ha szerencsések, egy tanár, aki ad neki férfi mintát, tehát betölti ezt a szerepet, vagy egy nagybácsi, vagy egy szomszéd, kedves szomszéd, tehát akire úgy fel tud nézni, vagy akár filmhős, gondolom én. Római katona leszek, vagy bármi, tehát bármi típust választ magának. De nagyon érdekes, mert alapvetően a másik, hogy a párkapcsolati problémákról beszélünk, hogy azt mondják sokan, hogy alapvetően az a fő gondunk, hogy a nők nem képesek igazán nők lenni, mert a férfiak nem képesek igazából férfiak lenni, és a nő akkor nyílik meg igazából, akkor adja meg magát igazán egy férfinak, ha abban megfelelő erőt lát, hogy a karba omoljon, és feltétel nélkül megbízom benne, és ugyanakkor a férfiak ma elvesztették ezt a nimbuszukat, hogy ezt a szót használhatom, és ugyanakkor mivel érzik, hogy nincs már erő bennük, az egyre jobban emancipálódó és kikerekedő női társadalmat megpróbálják degradálni és eltaposni, és azért van rengeteg párkapcsolatban, hogy bár azt mondjuk, hogy a nőnek nem kéne ott lennie, tudom előre a választ, de vagy hülyézik a nőt folyamatosan, mert érzik, hogy több a nő egy kapcsolatban, mint ő. A másik fele az, hogy megpróbálják elnyomni egy ilyen kapcsolaton belül. Hogy lehet ezt kivédeni, ugye, mert a férfiak neveltetése, az egész karakteruk, az nem mindig a humánus és a nőkkel együtt élő típusokat produkálja a jellegi. Tehát, hogy lehet kivédeni azt, hogy valaki lehűzze? Az, hogy ez egy társadalom meg elfogadott dolog, hogyha nő vagy, akkor kevesebb fizetést kapsz, te nem vagy egyenértékű a férfivel, és a párkapcsolatban is kerülsz, akkor arról szó sem lehet, hogy te nőként esetleg ott osztod az észt, mert ez mindig a férfinak a dolga. És ha esetleg a férfinak kevesebb esze van, na akkor még durvábban próbálja nőt elnyomni, mert társadalomnak hogy néz az, hogy nálunk az asszony oszta az észt. És ez egy olyan konfliktus helyzetet okoz, ami rengeteg házasság szétbomlásához is vezet utána. Igen, így van. Most erre én nem tudok válaszolni, így ezen logika, ennek a logikának mentén haladva. Hanem amit mégis válaszolok rá, az, hogy van egy ilyen gondolat a One Brain kineziológia keretei között, hogy azért így mondjuk, hogy nem az a probléma, ami a probléma, hanem ahogy érzel felőle. Tehát, hogyha most maradjunk a lehülyézett nőnél, tehát, hogyha ő azt mondja, hogy hát ilyen, ez a férjem, ez ilyen, így beszél, és közben nem érint meg, ami gondolom nincsen ilyen egy sem. Akkor nem tartom magam hülyének, azért nem érint meg. Így van. A másik része, ha viszont szenved, és áldozatnak érzi magát, vagy hogy tényleg csak arra kell, hogy mosson, főzzön, takarítson, tehát ettől ő rosszul érzi magát, megalázottnak érzi magát, értéktelennek, akkor ez az érzés az övé, tehát az ő saját érzelmi rendszerében van. És lehet, hogy úgy véli, hogy azért, mert a férje ezt meg ezt csinálja, de akkor is az ő érzelmi rendszerében van ez az érzelem. És azt kell megnézni, az én gyakorlatom szerint, meg amit én tanítok, hogy ez az érzelem honnan jön, mert lehet, hogy attól van valóban ez az érzése, hogy olyan kapcsolatban él, ahol ezt váltották ki belőle, de az is lehet, hogy azért vonzódik bele egy ilyen kapcsolatba, azért kerül bele egy ilyen helyzetbe, mert már hordozza magában ezt az érzelmet, ezt az energiát, ha úgy tetszik, energetikai mintát, akár generációkból származóan, akár előző életekből származóan, tehát ott van az én rendszeremben. Visszakötöm ahhoz, legelején kezdtük, hogy
ha én mondjuk például a félelem energia szintje alapvetően meghatározó dolog, és bevonzok egy olyan eléggé fizikailag akkurátus embert, aki néha még a kezét is meglendíti, akkor logikus, hogy ha a félelem szinten ért energia szinten a dolgokat, akkor én befogom a számat, mert hogy ez az én kötelékem. Ha én nem a félelem szintjén élek, akkor megmondom, öreg, ne lobáld a kezedet, mert dolog van, különben meg a félelem szintjén, na hát egy pofonnal megúsztam, és akkor ő behúzódik a sarkába, és akkor megint a tudatosság a lényeg, hogy ha én erre rájövök és ezen változtatok, akkor vagy a partnerem is változik, vagy kilépek abból a kapcsolatból, de nem fogadom el azt a helyzetet, amiben benne vagyok tulajdonképpen. Igen. Így van? Igen. És most jön az emancipált férfi szövege. Én valóban a nőket olyan szempontból sokkal tökéletesebbnek érzem, hogy az egy dolog, hogy megcsinálunk egy gyereket, ahhoz is rengeteg energia kell, mert nagyon jó gének kellene, de a női szerep, amikor átalakul anya szerepé, és föl kell nevelnem azt a gyereket, meg kell védenem, akár még egy erősebb hímtől is, sokkal tökéletesebb és sokkal szélesebb spektrumú cselekvő képességet igényel nőtől, mint a férfi, aki bekövült abba, hogy nekem az a dolgom, hogy csináljam a gyereket, kocsmázzak, haverozzak, stb. Stb. És egy jó példát szeretnék erre mondani, amikor bemegyünk egy zumba órára, vagy egy high impact órára, ahol mondjuk 100 nő táncol, és akkor megpróbálnak a nagy ilyen izompacsirták bemenni, és az 5. perc után kiesnek, kirohulnak. Tehát az a flexibilitás, ami a nő gondolkodásában és mozgásában benne van, az körülbelül egy 20 évig tudja egy férfi produkálni, és utána bemerevedik ebbe a fajta energetikába, amit ők képviselnek. Tehát mindenféleképpen a túlélés, meg minden társadalomnak a problémáit, azok mindig a nők oldották meg. Mindig a nők oldották meg, és ha most itt egy új aranykor jön, és a szellemi felemelkedés lesz, akkor az aranyasszonyok és az archaikus társadalmakban ott matriarhátus volt, ahol elfogadták az egyenrangú tagok, hogy a nőnek igenis több dologra jobb rálátása van. Mi erről a véleménye? Másképpen fogalmazok. Nem úgy, hogy tökéletesebb egyik vagy a másik, nem. Mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani például ezt a festményt, meg egy labdát, mert másért van. És ha most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, ahogy ön is mondta, hogy a férfi a cselekvő, ugye? A nő pedig a rálátás. Járadó, befogadó. Igen. De most maradjunk ennél, mint a hétköznapi funkciók, tehát így ezt a két minőséget hozta ki. Azt gondolom, hogy nem lehet mondani egyik jobb, mint a másik, mert hogyha cselekedni kell, akkor hiába a rálátás. És hiába van az, hogy képes vagyok gyereket szülni, ha egyszer arrébb kell vinni a szekrényt, akkor arrébb kell vinni. Tehát nem. Uh-huh. És így gondolom, ugyanígy gondolom, tehát hogyha viszont a rálátásra van szükség, akkor hiába tudom arrébb vinni a szekrényt, akkor sem látom. Tehát, hogy mind a kettő egyenrangú fontosságú, egyforma fontosságú, és ha most nagyon el akarok menni filozófikusba, akkor ugye bennünk lévő férfi és nőjénről is beszélhetünk, de maradjunk a párkapcsolatok szintjénél. És szerintem, hogyha kiegyensúlyozottan működik mind a kettő, akkor az úgy a párkapcsolat is haladhat, akár 100 évig is. Mert mondjuk egy férfinél, most maradjunk a cselekvő erőnél, nyilván a férfi szerep az sokkal több aspektusból áll össze, de most maradjunk ennél. Tehát másképpen kell megérni a cselekvő erőt 7 éves korban, 14-ben, 40-ben, 60-ban, tehát más cselekvő erő kívántatik egy 60 évestől, mint egy 35 évestől, ugye? Ugyanígy egy nőnél is. Más rálátás kell az, akkor, amikor 25 éves, vagy 35, és így tovább. Tehát különböző életszakaszoknak, különböző életszakaszok más kérdéseket támasztanak az életünkben. Tehát nyilván, amikor anya vagyok, akkor másképpen kell a rálátásomat működtetnem, mint amikor szingli vagyok, vagy mint amikor nagymama. Ugyanígy a férfi is, amikor más, amikor házat épít, vagy más, amikor a cégét építi már 45 évesen. Ugye más egy alkalmazottnak a rálátás, vagy a cselekvő képessége, cselekvő ereje. Pontosabban fogalmazva, másképpen éli meg a cselekvő erőt, amikor alkalmazott státuszban van az a férfi, és másképpen éli meg ugyanazt a cselekvő erőt, amikor saját vállalkozást visz, vagy amikor már nyugdíjas, vagy amikor unokázik. Jó, el kell fogadnom. De azért nem a vitatkozás miatt, de ha valaki az egész komplexet képes rálátni, és abban a szekrénytolás mondjuk a sarokban egy bizonyos pont, akkor a szomszéd Józsi is eltolja ezt a szekrényt, tehát hogy a nagy összefüggések a fontosak általában az életben, hogy tudjam, hogy A-ból B-be hogy lehet eljutatni, mi a fejlődésem, mi a gyerekem fejlődése. És általában a nők az én távollátásban talán jobban otthon vannak, ugyanakkor a férfiak a mindennapi élet alkotásában, a szekrény megcsinálásában, ügyességük révén jobb a kézügyességük, amíg egy nőnek a kreatív képessége sok esetben sokkal jobb. Egy példát mondok rá,
az összes ilyen homoszexuális férfi, aki művészeti ágakat végez, legalább olyan kreativitásra rendelkezik, mint egy női társuk, mert hogy az a fajta energiájuk kezd generálódni, ami egyébként egy nőben jobban megvan. Lásd, egy otthonszépítés, egy festés, vagy bármi. Ugyanakkor, hogyha megnézzünk két képet, amit egy férfi festett, meg egy nő festett, akkor alapvetően látjuk a forma és az információbeli különbségeket. Tehát én itt látom igazából az eltéréseket, meg az azonosságokat. De mondjuk úgy, én azt jobban szeretem fogalmazni, hogy vannak férfi és női energiák, minőségek, tehát ez a rálátás, az artisztikus képességek, ezek mondjuk, hogy nem is szeretem a nőit, hogy feminin minőségek, tehát az ugyanúgy rendelkezhet vele egy férfi, hogyha éppen az életének az van, persze, tehát hogyha bennünk lévő feminin és maszkulin minőségek, most direkt fogalmazok így az egyértelműség kedvéért, azok helyükön vannak, még azt sem mondom, hogy kiegyensúlyozva, hanem helyükön vannak, helyükön tudom őket kezelni, akkor azzal nincsen baj. Tehát, hogy egy nő ne legyen maszkulin otthon, hanem legyen mondjuk a munkahelyén, hogyha ő az osztályvezető, akkor ott nincsen azzal semmi gond. Tehát, hogy helyén kezelni őket. Nagyon sokszor ez a, itt van elcsúszás, tehát, hogy vannak bizonyos tulajdonságaim, amiket minden áron otthon akarok kezelni. Vagy kivitelezni, és nem a munkahelyen. Megértettem. Ez a Van Breen egyik szerintem egy fantasztikus jó módszer, és azt szeretném itt az adásunk vége felé, hogy legyen kedves megfogalmazni ilyen Van Breen-es szempontból, hogy milyen dolog az, amit egy párkapcsolati konfliktust tovább tudna vinni ugyan női oldalról, mint a férfi oldalról. Mondjuk csináljunk egy óriási gondot, a gyerek belázasodott, és a pasi nem mehetett ki a meccsre, ezért bevágta a durcát, a nő meg nem érti meg, hogy miért nem tudja elfogadni, hogy hogy a gyerek fontosabb neki, mint amennyire fontos nekem, amikor én sem mehetek el a barátnőmhez. Akkor nézzük meg ezt ilyen Breen-ével szempontból, hogy kinek egy jó kis szituáció. Ki jött el a konzultációra? A férfi, az anya vagy a gyerek? Mondjuk az anya. Anya. Megkérdezem, hogy mit érez ebben a szituációban? Egyedül vagyok hagyva, a problémákat nekem kell megoldanom, és a férjemben nem számíthatok semmire. Tehát nagyon fontos, hogy a Van Breen nem ad tanácsot, véletlenül se. Tehát hanem az érzelmi stresszeket, érzelmi blokkokat, érzelmi feszültséget oldja fel. Tehát, hogy most egyedül vagyok, magányos vagyok, úgy érzem, hogy nem számíthatok sem a férjemre. Ez egy érzelem. Ha ez nincs ott, akkor mi van helyette? Van helyette kiegyensúlyozottság, veszek neki meccsre még jegyet, meg még a haverjait is meghívom sörre. Meghívom a nagymamát, adja be a gyereknek a lágycsillapítót, és elmegyek fel a meccsre. Kész. Tehát többféle. Tehát igazából azt nagyon fontos megérteni, hogy az érzelmek így képesek arra, hogy így gúzsba kössenek bennünket, és lekapcsolják a tudatos gondolkodásunkat. Azért mutogatok ide, mert itt van a tudatos gondolkodás központja. És akkor nem tudunk normálisan gondolkozni, hanem egy valamilyen múltban már bevált viselkedést reprodukálunk. Tehát nem a jelen helyzetnek megfelelően döntünk, vagy cselekszünk. Hát az ítélkezéseket kell elsőre abba hagyni. Tehát van egy semleges dolog, a férjem elmegy a meccsre, de ahhoz a bekapcsolt ítéleteim, azok minősítik már meg azt a dolgot, és elvisznek attól, hogy én reálisan érzékeljem a szituációt. Igen. Ez a tudatosságnak lenne a része. Így van, és a szívemből lévő szeretet, hogy mégis szeretem ezt a marhát, még hogyha minden este futball meccsre is jár, na ez a része nem jön föl, igaz? Igen. És akkor gyakorlatilag ebből azt lehetne konklúzióként levonni, hogy próbáljuk meg minden pillanatban a tudatos énünkkel kontrollálni a minden kimondott szavunkat és gondolatunkat, és próbáljuk meg a szívünk, mert valamilyen módon csak a szívünk miatt vagyunk azzal az emberrel, és a közös gyönyörű gyerekünk, a szerelmünk gyümölcse az a gyerek. Tehát, igen. És akkor igen. Ha ezt a konfliktust így oldom meg, akkor nincs konfliktus. Igen, és hogyha az adott pillanatban nem tudjuk kontrollálni, mert elvön bennünket a harag, akkor vegyünk három nagy levegőt, és aztán gondolkodjunk el negyed óra múlva. Ez jön ahhoz, hogy tízes számolj, mielőtt kimondott című. Igen. Jó. Hát kedves néző, nagyon köszönöm, hogy 120-ig tudtak számolni, amíg megnézték velünk ezt a riportot. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt. Teljesen új aspektusokat nyitott itt meg a VNTV szempontjából. Először hallottam itt valakitől azt, hogy köszönöm szépen, de én nem tudok válaszolni. Ez nagyobb dolog, mint az, hogy elkezdett volna valamire válaszolni, amire nem tud, amit általában ma az emberek csináltak, és ez nekem nagyon, nagyon tetszett. Én remélem, hogy talán még olyan közös témákat, amelyeket a nézői kérdések alapján újból leülünk és megbeszéljük, de az itt látható e-mail címen Kovács Évához be tudnak jelentkezni, konzultáljanak vele, és tanulják meg ezt a technikát, mert a legnagyobb problémánk a társadalmi problémákon belül az, hogy legalább két ember, aki egymásra van utalva egy életbe, hogy ott a harmóniát állítsuk vissza, és a szeretet domináljon, és ne,
ne a harag, gyűlölet és ezek a beprogramozott hülyeségeink, amit hoztunk magunkkal. Utolsó szó, Jogán, mit üzenne a kedves nézőknek? Szeressenek, tanuljanak, és minden nap mondjanak el 10 dolgot, minden reggel ébredés után soroljanak fel 10 dolgot, amiért hálásak az életükben az adott napon. Én akkor ma hálás vagyok azért, hogy itt volt és jókat beszélgettünk. Köszönöm. A többit meg majd elmondom. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Önök BNTV adást látták, ezen belül is a Másom Szeretett Társalgást. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu weboldalon, illetve a YouTube megosztó portálon láthatják. Ha szeretnek bennünket, akkor úgy tudnak segíteni, ha minél több barátjuk és ismerősük följelentkezik a hírlevelünkre, ahol minden héten csütörtökön küldjük el a következő hétnek az adásait. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is. Viszontlátásra.